A kormány célja a felsőoktatás átszervezésével az, hogy a hallgatók sokkal több gyakorlati képzésen vehessenek részt, így könnyebben el tudnak majd helyezkedni a munkaerőpiacon. Emellett fontos, hogy az egyetemi városok partnerei legyenek intézményeiknek. Győriként azt vallom, hogy a Széchenyi István Egyetem és Győr városa ezt az együttműködést, meg ezeket a célokat az elmúlt esztendőkben a legjobban valósította meg az országban, és ilyen szempontból teljesen természetesnek tartom, hogy amikor a kormány úgy dönt, hogy a jövő magyar felsőoktatási intézmény rendszerét alakítja ki, akkor ebben meghatározó szerepet szánt a Győri Széchenyi István Egyetemnek. Ez egy fontos döntés, rendkívüli jó döntés a város számára. Élnünk kell tudni ezzel a lehetőséggel, és élni is fogunk ezzel a lehetőséggel. Most már hivatalos, 2016. január 1-től a Széchenyi István Egyetemhez fog tartozni a Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János, valamint a Mezőgazdasági és Élelmiszertudományi Kara. Az integráció egy hosszú folyamat eredménye, melynek megvalósítása sem az egyetem, sem pedig Győr szempontjából nem volt kérdés. Még erősebb tudásközpontot sikerül kialakítani, és a város az elkövetkezendő időszakban mindent megtesz annak érdekében, ahogy eddig is tette, hogy minden olyan segítséget az egyetemnek megtegyen, amivel még komolyabb tudást, még komolyabb bázist tudunk majd kialakítani. 2002 óta működik egyetemként az intézmény, azóta rengeteget fejlődött, az integráció pedig további előrelépéseket eredményezhet. A cél az, hogy idővel tudományegyetemmé fejlődjön. Itt az északnyugat magyarországi régióban pillanatnyilag tudományegyetem nem működik, fontos egyetemek vannak, de tudományegyetem nincsen. Én abban bízom, hogy a következő 10 évre, következő évtizedre ez a célkitűzés is megvalósul. Szeretnénk a magyar felsőoktatási rendszerben olyan meghatározó pólus lenni, mint ugye Budapest, Debrecen, Szeged, Pécs és Győr. Hát ez a semmiből nem tud egy pillanat alatt fölépülni. Ez egy nagyon komoly és fontos lépés, hiszen ha a számokat nézzük, akkor ebből az integrációval a hallgató létszámunkon 15.000-16.000 környékén stabilizálódik, amit aztán hogy a külföldi hallgatók megjelenésével szeretnénk fölvinni még följebb, és ilyen értelemben akkor a volumenébe és létszámában ott vagyunk, mint a mondjuk a nagyon múltú és híres tudományi egyetemek. Aztán egy másik, egy olyan fejlesztés rész, ami ennek a minőségi részét fogja majd erősíteni. Az integráció a jövő évi felvételizőknek okozhat némi nehézséget. Az egyetem rektora hozzátette, azon dolgoznak, hogy zökkenőmentesen valósuljon meg az átállás.